A Ferencváros kijevi BL szereplése során elfogadta a Fradi Média interjú meghívását a Dinamo Kijev alelnöke, Olekszij Szemenenko, aki 18 éves kora óta, azaz közel 30 esztendeje ismeri az FTC vezetőedzőjét. Ellenfelünk alelnökét elsősorban azért kerestük meg, hogy jobban megérthessük, mit is jelent az ukrán sztárklubnak és az ukrán nemzetnek Szergej Rebrov. Szemenenko szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb történetekkel mutatta be a legendás játékost, a fanatikus edzőt és Rebrov kevésbé ismert oldalát is. Az egyesületünkről is nagy tisztelettel beszélő klubvezetőnek a Fradit sem kellett bemutatni. A Ferencváros ismerete nem függ össze Rebrovval, hiszen a klubjukat már régóta kedvelem, egészen pontosan 1975 óta. Biztos értik, mire gondolok, arra a kegdöntőre, amikor a Dinamo Kijev legyőzte a Ferencvárost. A vasfüggöny időszakában a magyar futball meghatározó szereplője volt a régió labdarúgásának, ezért követtem az önök játékosait és a Fradit is. Ahogy nekünk volt egy Blohinunk, önök Albert Flóriánnal büszkélkedhettek, mindketten kimagaslóan futballoztak. Szergej Rebrov időszaka pedig már egy újabb fejezet a magyar futball történetében. Olekszij Szemenenko évtizedek óta szolgálja a Dinamót, így arra is pontosan emlékszik, hogyan érkezett a klubhoz az akkor 18 éves Rebrov. Már 1992-ben a Dinamo Kijev sajtótitkáraként dolgoztam. Éppen itt volt az irodám, ahol most is ülünk. Innen figyeltem azt is, amikor Szergej Rebrov akkor még a Sáktár Donyeck labdarúgójaként futballozik. Abban a szezonban remekelt, 10 gólt lőtt, ezért számos poszt-szovjet klub meg akarta őt vásárolni, többek között a Dinamo is. Fontos megemlíteni, hogy Rebrov Horlivkában, egy Donyecktől 30-40 kilométerre található kisfaluban született és ott is élt. Nap mint nap beült az autóbuszba és végigzögykölötte az utat, hogy eljusson Donyeckbe az edzésekre. Ebből is látszik, mennyire eltökélt volt. Szergej Jeromcsenko fedezte őt fel, aki a Sáktár Donyeck játékosa és edzője is volt, sőt az ukrán válogatottat is irányította. Rebrov gyakorlatilag a második apjának tekinti őt. Amikor a Dinamo le akarta igazolni Rebrovot, ő Jeromcsenkótól kért tanácsot, hogy mit tegyen. Jeromcsenko csak annyit mondott, fiam, a Dinamo Kijev egynél többször nem fog hívni, ilyen lehetőséged nem lesz többé. Szemtanúja voltam, ezért állíthatom, hogy a poszt-szovjet térség történelmében először charterjáratot indítottak Kijevből Donyeckbe, hogy az akkor 18 éves Szergej Rebrovot elhozzák ide. Nem lett rögtön alapember, sokszor ült a kispadon, ami először rosszul is esett neki. 1994-ben azonban jött egy sorsdöntő mérkőzés, a Dinamo Kijev-Spartak Moszkva találkozó a BL-ben. Nekünk ez a párharc fontosabb, mint egy Barcelona-Real Madrid El Clásico, ez számunkra arrangadó. Rebrov a kezdésnél csak a kispadon ült, a Spartak pedig már a szünetben 2-0-ra vezetett. A második félidőben aztán sikerült egyenlítenünk, majd beállt Rebrov, aki a góljával megnyerte nekünk a meccset. Ezzel gyakorlatilag Ukrajna hősévé vált. 26 éve történt, de ma is itt van előttem az a találkozó. Az alelnök szerint Rebrov éppen olyan edzővé vált, mint amilyen játékos is volt. A čím схожий Rebrov futbolist i Rebrov trener? A tudásvágy az, ami a játékos és az edző Rebrovot összeköti. Bár ő maga is kiválóan futballozott, mindig videófelvételeket nézett vissza, és próbált tanulni a külföldi labdarúgóktól. Lobanovszkijtól is rengeteget kérdezett és tanult, ugyanez jellemző rá most is. Másodedzőként kezdett el dolgozni, majd amikor Blohin elment, átvette a Dinamo felnőtt csapatának vezetését. Megszokhattuk, hogy a szezonok közötti időszakban mindenki pihenni megy a tengerpartra. Rebrov ehelyett előre leegyeztetett tanulmányutakra utazott a Premier League, a Bundesliga és a La Liga csapataihoz és edzőihez. Összetett személyisége van. Ugyan szerény ember, de nagyon következetes és ragaszkodik az elveihez. Ha valamiről kialakult az álláspontja, az tűzön vizen keresztül viszi, képes vitába keveredni bárkivel és meggyőzni őt. Még Lobanovszkijjal is vitába mert szállni, pedig tudjuk, hogy erre nem sokan vállalkoztak. És még egy érdekes statisztika, ami a sportban mindig fontos. Mielőtt Rebrov lett volna a Dinamo edzője, a Kijev 6 évig nem tudott bajnok lenni, és mióta elment, immáron 4 éve, azóta ismét nem sikerült az élem végezni. Vissza is kellene kérnünk őt önöktől, persze csak viccelek. Nem treba zabirati u vas Rebrova i povertati. Ja žartuju zvyčajno. Szemenenko úr néhány kedves történettel azt is jól bemutatja, mire is képes Szergej Rebrov, ha valami nagyon érdekli őt. Nagyon sok oldalú tehetség. Kiváló rádió amatőr például, ezt még az édesapjától tanulta.
Amikor a Dinamo játékosa volt, Lobanovszky jegyzősége idején hatalmas szatellit antennák voltak itt. Ezek segítségével a műholdakról vették fel a meccseket videóra az edző számára. Néha már úgy kellett szólni Rebrovnak, hogy álljon le a rádiózással, mert zavarja az adást. A sztori folytatása, hogy később, amikor Amerikába utaztunk, a reptéren egy fiatalember egyszer csak odament a csapathoz, és Rebrov rádió azonosítóját tartotta fel. Így derült ki, hogy addigra már világhírűnek számított a rádióamatőrök között is. Amikor pedig Angliában játszott, a házán hatalmas szatellit antennákat helyezett el. A szomszédjának át is kellett mennie hozzá, mert emiatt nem működött nála a televízió. Másnap jött is Szergejnek a büntetés, mert mint kiderült, Angliában nem lehet engedély nélkül szatellit antennákat felállítani. Який треба заплатити за те, що він сам поставив там тарілки. Ну це ж Англія, ви розумієте? У нас можна, там не можна. A Dinamo Kijevet és a Fradita klubok óriási motivációja és mindenáron való győzni akarása is összeköti. Я вам скажу так, що вам просто пощастило. Hatalmas szerencséjük van, hogy egy ennyire híres klub, mint a Ferencváros történelmének néhány lapját egy ilyen híres edző írhatja. Ki tudja, ahogyan 1975-ben is történt, lehet, hogy néhány év múlva megint lesz egy döntő, ahol a Dinamo Kijev és a Ferencváros csaphat össze. Talán Rebrov a Dinamo edzője lesz már akkor, de az is lehet, hogy továbbra is Lucescu irányít minket, és Rebrov még mindig a Fradit vezeti. Nem is ez a fontos, hanem hogy a klubjaink újra a döntőben legyenek. A u nas bude pan Lucescu, це не головне. Головне, що ми знову зустрінемося і знову згадаємо Сергія Реброва. Це класний хлопець, класний.